Az adományokat pakolják fel a kis teherautóra a Fidesz képviselő jelöltjei Pécsen kedd reggel. Ezen kívül 2 millió forintot gyűjtöttek a napokban, amiből hétfőn tartós élelmiszereket vettek az Ukrajnából hazánkba menekült embereknek. Mintegy 3,5 tonna élelmiszert vásároltunk be a közel 2 millió forint adományból. Ehhez csatlakoztak hozzá Kővár János barátommal meghirdetett Fidesz irodákban történt bejuttatások, rengeteg tartós élelmiszer, amit a mai reggelen innen Pécsről 2 teherautóval, Komlóról 1 további teherautóval elindítunk Szatmár csekére, a határ innenső oldalára. Az ottani református egyházközségnél már 100 ember van menekültként ellátásban. Jó emberek laknak Magyarországon, ez igaz Pécsre, Komlóra és a környező kis településekre is, mondja Kőveri János. Hiszen az első felhívásukra, hogy segítsenek a háború elől menekülőknek, sokan tettek fel ajánlásokat. Jelentkeztek több százan, akik vagy pénzzel, vagy valamilyen élelmiszeradományjal, esetleg ruhával, pokroccal segítették a mostani rakománynak az összeállását. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kell érteni a baloldal politikusainak is, akik egyébként még a háborút is kampánycélokra használják és lejárató kampányra, hogy itt az ideje annak, hogy összefogás legyen a Kárpátalján élőkért és minden menekültért, mert alapvetően ezzel szolgáljuk a békét elsősorban, és nem azzal, hogy egyfolytában hetszeljük egymást. Megköszönték az adományozóknak a segítséget a képviselőjelöltek, illetve köszönetet mondtak azoknak is, akik segítenek eljuttatni az élelmiszer szállítmányt a bajba jutottaknak.